gondolom ez a díja mindnyájuk számára ismert. Mint a KDRF ügyvezetője mondta, 2010 óta számos sikeres fejlesztés történt, mind a régió infrastruktúrája, mind a turizmus területén. Ezeket az újításokat úgy kívánták véghez vinni, hogy közben a helyi értékek ne sérüljenek. Az, hogy a jövőben a fejlesztési ügynökségek állami tulajdonba kerülnek, az ügyvezető szerint jót fog tenni a terület fejlesztésnek, hiszen várhatóan egyszerűsödik majd a rendszer. Egyszerűsödni fog ezáltal a rendszer, végre a megyék a helyükre kerülnek, egy olyan jövő számára meghatározott lépéseket, eldöntő kérdéseket kapnak meg, és az ahhoz szükséges feladatot fogják ők ellátni, ami eddig pont itt a területi szinteknek a bizonytalanságai miatt mindig kérdéses volt. A sajtótájékoztatón még egy bejelentés történt. Székesfehérvár január 19-i közgyűlése ugyanis zárt ülésen döntött arról, hogy kikerüljön a csaknem 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő Széphőz ZRT élére. A KDRF jelenlegi ügyvezetőire, Temesvári Balázsra esett a választás. A városi testület egyhangú döntése alapján szakmailag és emberileg ő bizonyult a legalkalmasabbnak, mondta a város polgármestere. Szakmailag úgy ítélem meg az elmúlt egy-más fél évben folytatott munkáját, tevékenységét, hogy ő alkalmas arra, hogy a Széphőz ZRT-t mind az egyik legnagyobb múltú és legfontosabb közszolgáltatásokat is folytató önkormányzati cégünket vezesse, irányítsa. Azt gondolom, hogy a Széphőben is szükség van változásokra, szükség van szervezeti átalakításokra. Temesvári Balázs február 1-től tölti be új hivatalát a Széphőz ZRT-nél, eddig az időpontig marad a KDRF ügyvezető igazgatója is. Arról, hogy kikerül jövő hónap első napjától a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség élére, már a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium dönt majd.